Szép estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Kiállítás nyílt a mohai tékverőzés hagyományáról, a tárlaton Gelencsér József néprajzkutató tartott előadást a népszokás kialakulásáról. A tikverőzés egy ősi szokás, ami a török időktől a múlt századig volt hagyomány. A 20. század közepére ez az örökség már majdnem eltűnt, de Pesovár Ferenc néprajzkutató ösztökélésére és egy község hagyomány iránti teljes tiszteletének köszönhetően a tikverőzés a mohai és egyúttal a magyar kultúra kiemelt pontja lett. Magyarok legyünk mindig büszkék minden hagyományunkra, és ami farsankhoz köthető, talán amit jobban ismernek az emberek, az a mohács, és ez mellett viszont Fehérváron, itt Fehér megyeiek legyünk nagyon büszkék arra, hogy mohán ez a hagyomány fönnmaradt, ez a tikverőzés, hogy mondjuk hátsóját ütögetik, igazából ebből lett átkeresztelt a tikverőzésnek. Én azt gondolom, hogy Székesfehérvárnak is fontos szerepe van a régió fejlődésében, a régió kulturális életében, ezért örülök, hogy ez a kiállítás itt Székesfehérváron megvalósul, a város adhat hozzá helyszínt, hiszen azt se felejtsük el, hogy Mohára a helyi lakosokon túl nagyon sok székesfehérvár kisiskolás megy ki, és ezeket a mindenféle mazba ijesztgetéseket, megkormozásokat nagyon élvezik a gyerekek. A Mesterségek házában nyílt kiállítás pénteken, ami hivatott ezt a szokást bemutatni. Kitűnően szemlélteti a mohai tikverőzés jelenét, és kedvet csinál a húshagyó kedden ránk váró ünnepségre. A megnyitón Gelencsér József mutatta be ezt a hagyományt a részletekbe menően. Közismert azt hiszem, hogy húshagyó kedden, a farsang utolsó napján, a farsang farkának a legvégén kerül sor erre az ősi népszokásra. Moha községben, ha lehet azt mondani, az ásványvíz mellett moha település erről lett híres. Miről is van szó? Ugye Európában, a farsangi időszakban, vagy nagy csoportokban, mint a karneváli felvonulásokon járnak településen belül a beöltözött személyek, az alakoskodók, az állarcosok, vagy pedig kisebb csoportokban. A Kárpát-medencére, a magyar nyelvterületre ez utóbbi a jellemző, így mohán is kisebb csoportokban járják már legalább 100 éve ezt a szokást. A legények, akik még ugye nem nősültek meg, sőt, régebben, akik még a sorozáson is innen voltak, azok fogtak össze, és titokban, hajnalban, húshagyóket hajnalán beöltöztek rongyokba. Olyan rongyos ruhába, amin szalagok voltak. Színes szalagok. A fejükre állarcot tettek, ez kalapfilcből készült, később papírból, ma már csak bekormozzák magukat. Régen volt ezen az állarcon kóc, bajusz és szakáll is, a fejükre pedig kalapot húztak. Az anyjuk se ismert rá a gyermekekre, de ez volt a lényeg. Ezért öltöztek be titokban, hogy senki ne ismerje meg őket. És ezt követően végigjárták a falut. Minden háznál várták őket. És mit tettek az egyes házaknál? Hát csintalankodtak is természetesen. Legelőször adományokhoz igyekeztek jutni, mindenek előtt tojáshoz. Ennek egyik módja az volt, hogy megkapta a gazdaasszonytól a legény a tojást, a másik módja pedig, hogy a tyúkokat elzavarták, elverték a fészekről. Innét a szokás neve, hogy tikverő, tyúkverő, tikverőzés, és a tojást felszedték, és kosarukba rakták. Pontosabban a két legfiatalabb szereplő az lánynak öltözött be, az ő karjukon volt a kosár. Persze nem csak tojást kaptak, hanem disznótor után vagyunk, szalonnát és kolbászt is szoktak kapni. A szokásnak a jellegzetes alakjai ugye a bolondozó bolondok, vagy másképp bohócok voltak, ők voltak többségben, említettem már a két lányt, aki szerepelt, valamint a mellettem látható szómatörök, szalmatörök figurája. Ugye a magyar néprajzban sok helyen fölbukkan a török alakja. Hát ugye 150 évig uralkodtak rajtunk, hát nem úgy ábrázoljuk őket, mint kedves, szeretetre méltó alakokat. Gondoljunk csak
a török basa nagy a hasa kifejezésre, gúnyolódásra. Hát ezen az alakon is olyan ruha van, amit szalmával tudtak kitömni. Tehát ő volt a szalmatörök, és még volt egy alak, ez pedig a kéményseprő. Ugyanis igyekeztek minden háznál a otthoniak figyelmét elterelni, és elcsenni a nyitott kéményből, mert régen nyitott kémények voltak, egy kis disznótorost, kolbászt, szalonnát, és elsősorban a kéményseprőnek öltözött figura mászott oda föl. De mit végeztek ezen kívül, hogy adományt kaptak? Miért kapták az adományt a bohócok vagy bolondok? A válasz talán meglepő, a kormozásért. Ugyanis a lányokat, persze hát nem a legkisebbeket, hanem már ugye a legényeknek jobban tetszőket, menyecskéket, de még az idősebb asszonyokat is az arcukon bekormozták. Ennek eredendően termékenységvarázsló jellege, szerepe volt, ugyanúgy, ahogy a tyúkok elzavarásának, mert a botjukkal megpiszkálták egy kicsit a tyúkokat, és ez ugye ősi termékenységvarázsló rítus. Mert a bolondok, bohócok botot is vittek magukkal. Miért? Azért, hogy a kutyákat elzavarják, mert a kutyák azonnal, ahogy meglátták ezt a gyors, sürgölődő csapatot, azonnal ugatni, vadul ugatni kezdtek. Egy kis idő után, főleg ismerős házaknál lekerültek az állarcok, kínálták a legényeket, bolondokat, bolondozókat fánkkal, meg korán reggel pálinkával, később borral. Utóbbi időben mit tapasztalunk? Tehát azt lehet mondani, hogy a szokás fennmaradása a mohai közösségnek köszönhető. Az, hogy fennmaradt és ismerté vált, abban azért Pesohár Ferenc néprajz kutatónak is megvolt a maga szerepe. Pesohár Feri az 1950-es évek végén kezdte kutatni és elhelyezni ezt a szokást a Kárpát-medence térképén. Ő maga nem szervezett, de mindig biztatta a résztvevőket, akik előtte bejöttek hozzá a múzeumba, kérték, hogy jöjjön, legyen ő is részese az eseményeknek, és az 50-es évek végén valóban csak ő volt ott idegen személy. Aztán a baráti köréből kezdtek egyre többen kimenni, és hát természetesen a múzeum munkatársaiból. Ma meg már azt látjuk, hogy buszokkal hozzák az érdeklődőket, az óvodáskortól kezdődően az idősebbekig. Sőt, a falu várja őket, nagy mennyiségű fánkot sütnek erre az alkalomra, és hát mindenki boldogan vesz részt ebben a vidám, farsangi játékban, eltűrve még azt is, számítva arra is, hogy be fogják kenni, egy kicsikét bekormozzák. 2011-re az esemény felvételt nyert a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. A tárlat 2 szombatig 13 óra és 17 óra között, március 2-áig látogatható. A mohai tikverőzés idén március 5-ére esik, és a vendégeket reggeltől várják rengeteg fánkkal és korommal. A város közművelődési intézményeinek munkatársai részvételével rendezték meg a Kultúrkafét a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A közművelődési szakemberek kötetlen formában tárták a közönség elé a mindennapokban felmerülő kérdéseket. A város közművelődési intézményeinek munkatársai részvételével rendezték meg a Kultúrkafét a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A közművelődési szakemberek kötetlen formában tárták a közönség elé a mindennapokban felmerülő kérdéseket.
Idén először hirdettük meg, és várjuk a vendégeket a Kultúrkafé elnevezésű rendezvényünkre, amelynek pont ez a célja, hogy bemutatjuk Székesfehérvár sokszínű kulturális életét, hiszen valóban sokszínű, minden korosztályt érint, és igyekeztünk olyan vendégeket meghívni, akik a város különböző szinterein tevékenykednek és alkotnak, dolgoznak, és ők azt gondolom, hogy méltóképpen hozzá tudnak szólni ehhez a beszélgetéshez, illetve hát az ő tapasztalataik, mindenféle látásmódjuk, ami a magyar kultúrával, a székesfehérvári kultúrával kapcsolatos, az ezen a beszélgetésen megmutatkozhat. Breyer Éva városunk kulturális ügyeiért felelős alpolgármester úgy fogalmazott, a kötetlen hangulatú találkozó kiváló lehetőség arra, hogy a köznapi feladatokon túli dolgaikat is megbeszéljék. Ebben a következő másfél-két órában a beszélgetésben pont az lesz az egyik nagyon érdekes és izgalmas dolog, hogy nem az intézmény vezetők beszélgetnek egymással minden esetben, hanem van olyan eset, mint például a múzeum esetében, ahol Haraszti Zsiga, az egyik múzeumpedagógus lesz a beszélgetés részese, vagy a Herman Zeneművészeti Szakiskolánkból Tima Zsuzsa, aki viszi a Zenede Báb Színházat, aki ennek a megálmodója volt. Tehát akik a napi, mindennapi operatív életnek is a részesei, és szerintem ez még számomra is különleges lesz, hiszen az én pozíciómban az ember többségében inkább az intézményvezetőkkel tartja a kapcsolatot, és nyilván kevesebb dolga van az intézmény többi dolgozójával, úgyhogy nekem is nagyon izgalmas lesz, hogy vajon ők hogy látják ma ezeket a kérdéseket, amikről beszélgetni fogunk. Kis Dorottya a Szabadművelődés Házának igazgatója kiemelte, fontos, hogy egy ilyen grémium találkozása elősegíti a közös gondolkodást. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, hogy egy ilyen fórumot összehívott a Gárdonyi Géza Művelődési Ház igazgatója. Nagyon időszerű az, hogy a kultúrák különböző szereplői egymással beszélgessenek. Eldöntsük, hogy ki mit gondol a város kulturális életéről, egyeztessük az ötleteinket, terveinket. Nagyon-nagyon jó gondolat volt ezt megszervezni. A különböző kulturális területek összefogása elengedhetetlen ahhoz, hogy a város közművelési szempontból is egységes legyen, hangsúlyozta Magyarné Tima Zsuzsanna, Herman László zeneművészeti szakgimnázium zenepedagógusa, a Zenede Báb Színház ötletadója. Mivel ilyen sokszínű a társaság, azt gondolom, hogy nagyon sok téma szóba jöhet a kultúrán belül, és ezt előre nem tudhatjuk, de nagy érdeklődéssel várom, hogy színes lesz a téma, amiről beszélgetünk. Miként készült erre az estére? Melyek azok az alapvetéseket, amelyről mindenképpen szeretne hallani? Hát ezt nehéz így előre megmondani, hogyha a beszélgetés valószínűleg egy spontán beszélgetés lesz. Nyilván különféle területekről érkeztünk mindannyian, de valami közös pont van, ami összeköt minket. Egy olyan iránytű, amely felé haladunk, akár pedagógusok, akár muzeológusok, akár bármilyen hivatást választottunk magunknak. Van valami közös bennünk. És a beszélgetés, gondolom, így összeköt minket majd, mint egy kapocs. És az, hogy milyen színes lesz, ez majd közben derül ki. Hagyjuk talán szabadon, hogy szabadon alakuljon. A hagyományok ápolása nélkülözhetetlen része Székesfehérvár életének, fogalmazott Szenci Jánosné, a Fehérvári Kézműves Egyesület elnöke. Érdekes beszélgetésnek nézünk elébe, meg tudom még, annyit tudok csak, hogy kultúráról lesz szó, de szerintem ebbe beletartozik az is, amit mi művelünk, a népművészetnek egy ága és a hagyományőrzés. Lehet-e arról beszélni, hogy hol tart ma a népi kultúra, a hagyományok őrzése, a kézművesség Székesfehérváron? Egy hónap múlva jelentetjük meg a kiadványunkat az Egyesületről, amelyben bent lesznek a népi kézműveseink is, meg az iparművészeti ágakkal foglalkozó kézműveseink. Azt látjuk, hogy nagyon sokan keresnek meg bennünket, szükség van ránk, ebből azt következtetjük, és állunk elébe az új kihívásoknak. A múzeum a múlt őrzője, ugyanakkor a jelen és a jövő szempontjából is fontos, miként sáfárkodunk értékeinkkel, Haraszti Zsigmond, a Szent István király munkatársa szerint. A Szent István király múzeumnál elsősorban a közönség kapcsolattal és mindenek előtt a múzeum pedagógiával foglalkozom, úgyhogy én nagyon arra számítok, vagy abban reménykedek itt az est vagy a délután folyamán, hogy a kollégák a városvezetéstől kezdve pedagógusokon át megfogalmaznak olyan pontokat, amelyekkel a munkánk össze tud kapcsolódni, és így mindenképpen a Fehérvár, a fehérvári ifjúság és a fehérvári kultúra érdekébe tudjunk tevékenykedni. Én úgy gondolom, még sose vettem részt ilyen alkalman,
de én reménykedem benne, hogy a közönség is majd több szóhoz jut, és így a befogadó oldaláról is megismerhetjük az igényeket, nem pedig csak a saját elképzeléseinket tudjuk majd most átadni. A rendhagyó disputa eredménye nem is lehetett más, mint annak megerősítése, hogy Székesfehérvár sokszínű kulturális élete jó kezekben van. Idén másodszor ünnepeltük hazánkban a Magyar Szép Próza napját. Jókai Móra az írófejedelem születésnapján a Vörös Marti Társaság tagjai felolvasó estével köszöntötték az ünnepet. A Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018. február 18-án Jókai Móra születésnapján első ízben, majd attól kezdve minden évben ezen a napon rendezik meg Kárpát-medence szerte a Magyar Szép Próza napját. Az ünnepen a Vörös Marti Társaság tagja is köszöntötték a magyar prózamesterét. Először, amikor prózával kezdtem, Orravec Imre azt mondta nekem, hogy na ez a stílus hiányzik az irodalomban. Tehát amit te írsz, az inkább elbeszélés, de mindenképpen hiány is. Akkor sokat közöltek az Új Magyarországban, Szabadföldben novelláimat, és azt mondta, hogy egy kicsit, nagyon picit Jóka is talál. És én erre akkor úgy büszke voltam. Végülis a mai próza eléggé szürrealista, nincs vele semmi bajom, de mégis más az a stílus, amit Jóka írt. Szinte olyan, mint a tükörből néznénk a világot. Ez egyszerűen csodálatos. Szerintem nagy többség az embereknek nem tudja, hogy Jókai Móra Komárom szülött. És a szerencsére mi elég gyakran járunk arra, és a Jókai Múzeumot rendszeresen szoktuk látogatni, több szobra is van. A Jókai Múzeum különben a régi, tehát Komárnóban van a szlovák oldalon. Hogy szükség van a Jókaira? Szerintem mi szükség volt, van, és lesz is Jókaira, mert hogy az ő írásai valahogy kicsit átvisznek bennünket a fantázia világába, kicsit a realitásokba, és képet kapunk. És ő egy, ha végignézzük az ő életművét, a pályáját, akkor ugye tudjuk, hogy ő képviselőként is, és jogászként is megállta a helyét. Ha jól tudom, de nem akarok butaságot mondani, ők a parlamentben is dolgozott, és ez mellett az irodalmi pályája is szép évet futott be. Úgy gondolom, hogy a Magyar Szép Próza napja, hogy a Jókainak hoz kötődik, ez egy fontos, szerintem egy nagyon fontos dátum, és ezt úgy gondolom, hogy mindenkinek, aki az irodalomhoz valamilyen formában közel került, vagy tollat fogott a kezébe, nem hiszem, hogy Jókait meg tudná kerülni, mert az ő életműve az olyan szerteágazó, ami gondolom, hogy a írótársaimnak is nagy példákat tud adni, és ha nem is plagizálunk tőle, de sok olyan dolgot találhatunk az ő művei, ami úgy gondolom, hogy megfontolásra méltó. Leszámítva azt, hogy elég sok film készült a regényeiből, nem a film oldalát kellene megközelíteni Jókainak, hanem ha egyszer azt mondjuk, hogy Isten haza szeretet, akkor gondoltunk egyből 48-ra is. Én egyébként magamban Jókait a Pilbaksz bölcsőnek, meg a bölcsének becézem. Egy olyan formátumú ember alkotó elme volt, ami tehát páratlan. Ha én most azt mondom, hogy ifjúság, gyerek, fiatal, idős, nem képzelhető olvasmányok alapján, itt bele kell érteni egyből Jókait is. Szerintem nem létezik a magyar kultúra, a magyar szép próza Jókai nélkül. 3-4 ilyen nagy formátumú írónk volt, aki több regényt tudott produkálni Jókain kívül, nem tudok többről. Tehát az a fajta életmű, az a tenger, amiben bőven lehet mazsolázni a mai napig is egyébként, ajánlható minden fiatalnak, azon túl, hogy szórakoztató, egyfajta olyan ismeretanyagot közöl, olvasható, érthető, tiszta, világos magyar nyelven, ami szerintem pótolhatatlan, és ezért van szükség Jókaira, és Jókai ezért is fog élni nagyon sokáig. Az én generációm tagjai, és azt hiszem, hogy több generáció tagjai is,
hihetetlen sokat kaptak Jókai Mórtól, hogy mi nekünk szent kötelességünk ebből valamit visszaadni, azt hiszem, hogy természetes. És ezzel a rendezvénnyel is, meg minden Jókaival kapcsolatos szolgálatunkkal el kell tüntetni azokat a véleményeket, hogy Jókai Mór nem elég korszerű már. Itt volt a múlt héten Pásztor Bertalan tanárnak egy gyönyörű előadást tartott Jókai regényeiről, különösen kiemelve a Kárpáti Zoltánt, és bebizonyosodott akkor is számunkra, hogy a magyar irodalom legkiválóbb alkotásai közé tartoznak a Jókai könyvek még most is. És azt sem mondom, hogy meg kell tanulnunk Jókait a mai szemmel és a mai lelkünkkel olvasni. Nem, Jókai él, és örök, és nem szabad hagyni, hogy Jókai fantasztikus életműve bármennyit is csorbuljon, nem, hogy feledésbe merül, hogy bármennyit is csorbuljon. Én nagyon hálás vagyok a Magyar Írószövetségnek azért, hogy ezt a napot választották a Magyar Szépróza napjává, és hát nekünk kötelességünk ez a szolgálat, amit már ezen a héten, múlt héten elkezdtünk Pásztor Bertalan előadásával. Itt is Jókai szép prózájára gondolunk, amikor a Vörösmarty Társaság tagjai a saját írásaikat olvassák föl, és Csákváron is a Vörösmarty Társaság ezen a napon rendezett szép prózával kapcsolatos rendezvényt. Nem vagyok Jókai kutató, Jókait csak idézőben tanítottam és olvastam. Igen, régóta foglalkoztam már tanárként az ő műveivel. Emlékszem rá, például, amikor általános iskolai tanár voltam, akkor a kőszívű ember fiai voltak kötelező, de azt a változtatást csináltuk, hogy vagy a kőszívűt, vagy az aranyembert olvassák el a diákok. Mert ugye tudjuk, hogy a kötelező olvasmányokon mindig olyan gond is van, hogy hát ami kötelező, az nem nagyon szeretik. Az az igazság, hogy ez nagyon régen volt, már a 70-es években, és azóta alapvetően megváltozott a világ. Most sokat beszélnek arról, hogy Jókai taníthatatlan, olvashatatlan. Hallok olyan véleményeket, hogy a 20. század előtti prózát nem lehet befogadni a mai ifjúság számára. Sajnos ebben némi igazság van. Nagyon nehezen birkoznak meg ezekkel a szövegekkel a mai középiskolások. Most nyugdíjasként éppen középiskolában tanítok. És az is igaz, hogy a Jókai szövegek bonyolultsága, a romantikája, a tájleíró részletek sokasága néha a mai gyerekek számára nehezen befogadható. Talán azok a filmek segíthetnek ebben, amelyeket időnként a média megismétel, hiszen annak idején főként Várkonyi Zoltánnak hála, nagyon sok olyan film készült Jókai művekből, amelyek biztos, hogy segítenek a népszerűsítésben. Csak ez sajnos nem pótolja azt, hogy olvasni kéne ezeket a műveket, és a rossz hírem az, hogy nem igazán olvassák manapság. Pedig ő is, Mikszáth is, Móricz is ugye a legolvasottabb regényírók közé tartozott még néhány évtizeddel ezelőtt is. Tehát van mit tenni ez ügyben. Én egy felvidékről kitelepített család sarja vagyok, mégpedig Ógyaláról lettünk kitelepítve, a Feszti kastély mellett laktunk, ahol Jókai Mór nagyon sokat megfordult. Amikor 1945 után először 82-ben visszatértem a Fölvidékre, az első utam Fesztiékhez vezetett, kisebbik lányom volt velem, és legnagyobb meglepetésemre és nagy örömömre egy olyan pipázó padra ültettek le bennünket a lányommal együtt, amin Jókai Mór szokott annak idején üldögélni és pipázgatni. Nagyon nagy öröm volt számomra, mert mélységesen tisztelem és szeretem Jókai Mórt, és én a bizony Jókai Móron nőttem föl. És én is azt mondanám, hogy a mai fiataloknak nagyon-nagyon kellene Jókait olvasni. Lelki épülésükre válna, és azt hiszem, hazaszeretetet is tudnának tőle tanulni. Nagyon szerettem Jókait olvasni kamaszkoromban. Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen csak arra lenne szükség, hogy a fiatalok ismerjék, hogy ott legyen a könyvespolcon mondjuk,
a családi házba, a szülői házba, és akkor levegyék a polcról, még ha nem is tudják esetleg, hogy ki az a Jókai, de ha elkezdik olvasni mondjuk a Jövő század regényét, szerintem olyan izgalmas, érdekes olvasmány, hogy lebilincselő. És én nem gondolom, hogy a mai fiatalok különböznének tőlünk, amikor mi voltunk fiatalok ebből a szempontból. Én is csak koca olvasás szociológus vagyok, de egy szép ellenpontot mondanék most, hogy a múlt héten Pásztor Bertalan tanár úr Dunajvárosból másfél órát szentelt Jókai egyik kiváló könyvére, történetesen a Kárpáti Zoltánra. Gyönyörűen elemezgette, és olyan értéket tárt fel benne, amit valószínűleg nem csak én, hanem sokan nem tudtunk. De most valahonnan azért ő pedagógus múltjából emelte át ezt a nagy magyar mesemondót, és valószínű, ha összevonom a magam tapasztalatait meg, amit Berci bátyánk elmondott, hogy talán az, hogy roppant precízen, de olvasmányosan írja a dolgokat, lassan, hosszan elfejti ki a történetet, és most pedig a videóklipek világában, meg a rövidített nyelvek, telefon üzenetek rövidített nyelvi világában ez már valamennyire idegen lehet. Túlságosan terjengős, túlságosan hosszadalmas, és akik nem ismerik, vagy nem szeretik, talán azt nem szeretik benne, hogy minden szó mondatára oda kellene figyelni, mert tele van gyönyörű szavakkal, és szép gondolatsorokat tud ezekkel a szavakkal gyönyörűen felépíteni nekünk. Talán erre még vagy már, most nem tudom, hogy hol vagyunk, erre nem képesek. Talán ez lehet az oka. A nagyság. Jókai Mór volt az első modern értelemben vett hivatásos prózaírónk, aki írói és szerkesztői munkásságából élt, közéleti szerepeit is íróként viselte. A maga korában műveit számos nyelvre lefordították, és világszerte elismeréssel fogadták. Művei itthon és külföldön egyaránt népszerűek voltak az olvasók és az irodalmárok körében. Könyvei szinte máig példátlanul nagy számban kerülnek kiadásra. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, további kellemes, szép estét mindnyájuknak, viszontlátásra!